Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a vízöntő jegyében születetteknél, különösen ami a párkapcsolatot illeti? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. A vízöntő jegyében van jelenleg Szaturnusz bolygó, és itt marad egész évben. Szaturnusz bolygó az őrzi a sors utakat, a kármikus témákat. Néha megleckésztett bennünk, és ez évben ez a Szaturnusz bolygó kiváltja azt, hogy a vízöntő jegyében születetteknél, vagy akinek az aszcendentus, a vízöntő, mint például az enyém, a Kos jegyében születtem, és az aszcendentusom az a vízöntő jegye. Tehát itt most vannak sorsdöntő események, találkozások, döntések, változások. Március hónapban Vénusz bolygó szintén a vízöntő jegyében mozog, kihat a szerelemre, kihat ránk, hölgyekre. Mars bolygótól is jön egy jó energia, tehát Mars és Vénusz jól hat ki a vízöntő jegyére, és ez jelenti a párkapcsolatot, a nőies, a férfias energiát. Merkur bolygó szintén jó hatással van, ez lehet egy jó hír, szép beszélgetések, előnyös szerződések. Uránusz, Jupiter szintén jó hatással van a vízöntő jegyére. Ez lehet egy bírósági ügy, ahol szerencse lesz, lesznek szerencsés változások, meglepetések. Tehát mindenhonnan jó hatás van most a vízöntő jegyére. Itt látható a vízöntő szimbóluma, a levegő elemét jelenti, a könnyűséget, a mozgást, az ötleteket, a kommunikációt, a kapcsolatokat. A vízöntő jegye felett Szaturnusz bolygó uralkodik, mivel az aszcendentusom vízöntő, nálam Szaturnusz bolygó a személyes bolygóm, de nem csak Szaturnusz uralkodik a vízöntő jegye felett, hanem Uránusz bolygó is, mindkettő. És Uránusz bolygó jelenti azt, hogy vannak különleges események, meglepetések, vagy a vízöntő jegyében születetteknél megvan ez a különleges személyiség, más, mint mások. Ez a hölgy benneteket, vízöntő hölgyeket szimbolizál, a férfi lehet a társad, vagy jelentheti a vízöntő férfiakat. Hogy mi fűz össze benneteket, erre utal ez a virágos kártya, amit a férjem készített, de az ötlet az enyém, sőt én mondtam, hogy melyik virágnak mi a jelentése, de a kártyát azt ő csinálta. Ez a kártya itt azt jelenti, hogy el kell engedni bizonyos dolgokat. Vagy a múltat lezárni, vagy áttenni magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy a múltban voltak félreértések, ezt is el kellene engedni, hogy újra legyen egy kezdet szép, tiszta lapokkal. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A kereszt jelenti a hitedet. Higgy abban, hogy minden jóra fordul. A kereszt jelenthet egy kármikus szerelmi kapcsolatot is, hiszen a sors utatok kereszteződött,
ez a találkozás nem volt véletlen. A kereszt jelenthet döntéseket is, hiszen te elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba te fogsz döntéseket hozni. Itt a tyúkok jelenthetik a tyúkokat is, de ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése, a tyúkok keresgetik a magokat. Te is keresed az irányt, hogy mit tudnál változtatni az életben. Ezek lehetnek tapasztalatok is a múltból, de a rossz tapasztalatokat el kell engedni, hiszen ez a kártya azt jelenti. Itt lesz egy új irány, lesznek változások, lesz találkozás, hiszen a sors utatok újra kereszteződni fog. A hajó jelenti a reményt. Megvan a remény arra, hogy tisztázzatok egymással valamit. Itt kivirágzik minden, ez szerencsét hoz. A halak jelentik az anyagiakat vagy a munkát, itt is kivirágzik nála. Valami lesz nyeremény. A virágok jelenthetik a te szépségedet is, és a halak jelenthetik a belső értékeket. Ez a férfi értékel téged, szépnek tart, és itt lesz egy utazás. Ha ő külföldön él, akkor vagy meg akar látogatni téged, vagy meghív téged. De lehet egy közös utazás tervezése is. A tavasz folyamán, nem biztos, hogy márciusban, ez lehet április vagy május is. A hajó jelenti a reményt, azon kívül utalhat egy belső útra is, egy lelki kapcsolatra. És a halak jelenthetik az anyagi segítséget, vagy az értékeket. Te hozol döntéseket, lesz találkozás, keresed az irányt, az utat, itt van a remény, egy utazás, itt kivirágzik valami, jelenti a szépségedet, vagy a bőséget, a nyereményt, hiszen az anyagiak itt vannak a közelben, vagy jelenthet egy kreatív tevékenységet, utazásokat, és a halak utalhatnak arra is, hogy ez a férfi értékel téged. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. A kommentárba pedig leírhatod a véleményedet. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!